Gyerekek, megérkeztünk a lózba. Az nem bézárt a vegyünkből. Nyúlsz 41. 9-ig, ja 9-ig van nyitva. Kamor menj, de a dobozaimot, a tucaimot, kalipercs, káskát, mindent behozok, mert nem zárható. $100 egy ronytalicska. Nem zárható, ugye, csomag. Utána futom. Hi guys, Johnny. I'm looking for an expansion joint for concrete. Right over here, on the right hand side. What is this stuff you got here? What is this? Oh, so didn't want to leave it outside in my trailer because I cannot lock it. I can leave it here if you want. Are you working in here tonight or something? No. No, just stuff, didn't want to. I'm in a motorcycle. Oh, okay, I'm sorry. Yeah, I have a little tag along trailer, you cannot lock it, so. It's right down there on the right hand side. Right here? Keep on going. Keep going? Yeah. Alright, thanks. Na hol van, ti lássatok-e már innen? Na hol van. Ez nem az. De igen. Fekete tél szagom. Ebben a nagy dobozban és azban. This is the one? Yeah. This is the only type you have? Yes, sir. Alrighty. Thank you. Is this 4 feet? 4 feet or 5 feet? That's 4 foot. 4 foot. I'm pouring a little slab, a porch, and my it's right next to an existing slab, so I want to separate the two. Is this the stuff that I need? Yeah. Alrighty. Let me run my numbers. Let me see how many of these I need. Azt mondja, 4 láb. Úgy tűnik nekem, hogy 5 lábas. Ja, mert az állam ígér. Én vagyok 6 láb. Ja, ott írja, ne 60 inch. 60 oszva 12-vel. Az 5. Akkor mennyi kell nekünk? Nyilván egyék meg, na, nincs is elég pénz nálam. Azt mondja, hogy tehát a 24 láb hosszú a épület, és még 12 láb mind a két felát, tehát még 24, ugye? Hát 48 láb. Ezt elosszuk 5-tel. Tehát kell 10 darab. És 1 darab $2, 10 darab $20. Jó van. Tíz darab. 3, 5, 2, 4, 5. Oké. Meg kell kérdezzem, milyen ragasztót ajánl. Polyuterén, mortangyúr, joint sealant, quickrete. Gondolom ezek valamelyik jó, megkérdem. T
tizenöncös. Quickrit. Megkérdem az öreget, hogy mit ajánl. Ezt ne ajánlja, mert ez 16 dollár. Epoxi. Concrete repair. Egyet hozok az abból magammal, hogy kérdezzem meg, ez jó-e. Ez arra tetszik, 379. Nem is kéne több, mint mondjuk 2-3 tubus lehet. Almost. So it turns out they're 5 foot long, 16 inches. What would I use to glue it to the foundation? Shouldn't have to. Shouldn't have to? No. No? You could take a little stick it to hold it, but shouldn't have to. And I'm thinking, you know, before... Concrete's gonna push it in place right there, you know? Oh, okay. But just to hold it a little bit, I was put thinking... Put some rocks on it and then pull it away. Oh, just some rocks, yeah. Yeah, that's all. Okay. You know, the glue is not gonna... Right. Yeah, okay. A little bit of gravel or whatever. Yeah. You want this or not? No. No, yeah, you're right. Makes sense. And should I... What is this, like 5 inches? Four or five inches? Should be 3.5. 3.5 inches. Because my slab is going to be 3.5. Yeah. Perfect. And if it sticks out, I just cut it off. It's not going to stick out. Not going to stick out? Not going to stick out. All right. So I should have 10 of these, 2, 4, 6, 8, 10. You got a motorcycle? You're putting these on a motorcycle? Oh yeah, yeah, I just throw it in my trailer. I have a tag-along trailer. Oh, the trailer? Yeah. 10 of them? Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Have a good night. What up, Pa? No, that's how more meant. Szereg azt mondta, az 3.5 inch, de nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit nagyobb. Na, de mindegy, bepasszítom oda. Lényeg az, úgy kell bepasszítsam, hogy tetején elógjon ki, hogy tudjuk-e. Ó, csak várjál. Na mindegy, meglássuk majd, mikor mozgassuk, nem tudom. Oké, le tudok ezekből vágni. De mondom, én szerintem úgy kell tegyem ezt, hogy egy kicsit a létező alap, ugye a ház alap szintje alatt legyenek. Tehát egy kicsit, nem kell sokat, egy fél centit. Olyan, nem tudom, hogy befér-e a hossza, hogyha keresztbe teszem talán. Bacca meg. Erről megfeledkeztem, hogy látnám fér be. Most teli vagyok csomaggal. El tudom törni őket kettébe. De és mindegy, meg kilógathatom egy kicsit hátul őket. Nem, de bar. Vagy bar, de nem. És le tudom kötözni, ki tudom lógatni. De hadlám, egyet vegyünk. 4 lábasra számítottam, s az beférne, de az 5 lábas egy kicsit kilóg.
raak nyüvei megennék. Na, hogy tegyem, hogy jó legyen? Na mindegy, kilógassuk egy kicsit hátrafelé. Előbb tegyek be egy-két cuccot, hogy... Igen. Kaliper, hó van. Kabátot azt felveszem. Itt ne felálltsak valami cuccokot, aztán jó néznék ki. Ha meg tudom őket nyomtatni, az még jobb lenne. Na, úgy gondoltam, hogy béteszem, úgyhogy az elejét tudjam lecsukni egy kicsit, ugye a szél ne tudjon belé kapni. És a háta pedig kilóg. És nem is kell lekötözzem akkor. Csak ugye nem egy van belőlik, hanem több, de ha egy más mellé teszem őket, teszek egy más mellé vagy harmat. És egyet átőrhetek kettőbe. Mert úgyis el kell törjek, nem? Ezt a ládát fordítsuk másik felé. Inni három. Négy. Nem kell négyet tegyek. Annyit kell tegyek egymásra. Harmat. Így lássátok-e. Feleim szüntükkel. Így. És egyel. Hát hogy fog kijönni? Tehát elő 24 láb, oda ugye kell 5x5, 25, oda kell 5 darab, és a szélre kell 2-2, az 7-9, és az utolsót ugye is el kell törni kettébe. Na, hogy törjük el? Igen? Na, de jó lenne lekötözni azért, hogy ne legyen gond. Abba lassan menjek, és a szemem rajta tartom. Csak az a baj, hogy felvágódik, akkor a szél kikaphassa őket. Valami útban van. Olyan itt a izéne. Teleszkóp. Ja, hát ez elején lecsukódik, csak az a baj, hogyha döccen, akkor fel fog pattanni. Le kéne óvatosan kötözzem. De az a baj, hogyha lehúzatom nagyon, belé fog itt vágni, és le is törhet a vége. Ez a kötözőn van, ez a húzatós. Nyolc 55. És az a baj, hogy a Walmartba is be akarok menni. Akkor kell kötözzem, s levegyem, és csesztessem. Valamit ide kéne tegyek, hogy ne vágjon belé. Itt csak jó lenne lekötözni. Mondjuk a Walmartba nem akarok sok mindent venni, mert most pénzem sincsen. Egy kicsi zöldet. Lát, be sem megyek a Walmartba, csessze. Kankó. Ő a nyüvek. Ezt el kell vágjam.
Ó, van egy vágó táskámban, ami legaló van mi. Ráksúly. Itt is vannak valami szélszámok. De általában pont ami kell, az nincs. Fogó van, de vágó nincs. Mindig elég kell venni a hátizsákot. Majd próbáljam meg, melyik óvatosan se, hát hogyha nem nyílik fel. Ha felnyílik, akkor félrehúzok se. Lekötözöm. De szerintem, hogyha óvatosan menjek, akkor ez jó lesz, mert az elejét jó megszorul. Ne? Hát ki tud csúszni, hely ez a baj. Nem, így jó. Na, induljunk el egyet óvatosan. Csak az a baj, fel kell menjek az autópályára. Nem kell, de fel fogok menni. Csak jó volna lekötözni, na. Ugye nekem később taknyúljak. Értitek, ugye? És a táskát azt hiszem jobb lenne a tetejére tegyem. Főleg, ha nem kötözöm le. Na mindegy, meg kell keressem a izét. A vágót. Olló, az is jó lesz. Mikkel szórakozok így ének éjszakának idején. Tákolok s taknyolok. Miért kell ezt ilyen vadul lekötni? Na, ugye ez fajn dolog ez a... kötözős szór. Ilyen rák, meg egy ilyen. Olló, emlékeztem is, mintha lesz volt olló. És ezt azért akartam betenni ide alá, hogy... Hogyha libegnek, akkor ne törjenek le. Mert könnyű ezt törni, hogy láttátok. Hogy ketté törtem mind a szort. Most nem kell nagyon lehúzatni, csak... És csak azért kell, ez így jó lenne. Csak azért kell, egy kicsit lehúzassam, hogyha egyet döccens kipattan kinyílik, akkor felemelkedik, s kipotyoghatott minden. No. Hogy is szoktam ezt lekötni? Átlóson. Hol a lik hely? Szokott itt lenni lik, ja, egy van hátul. És egy van itt elébe. Nem látok semmit. Érzék zéró. Ilyen öregem van, tudjátok, hogy van. Ó, no! Valóban beleakadt.
nem egy ligba, de... Gyere már! Miért nincs itt is egy lik? Kell fúrjak ide egy likot. Hogosszom belé. Belé ment a ligba. És fordítva tettem. Mindegy, meg lehet ezt fordítani. Na, hogy is kell ezt? Rökké elfelejtem, hogy kell működtetni ezt a felülről fűzött B. Lényeg az, hogy meg kell húzni jószorossal kézzel, mielőtt neki az, hogy racsnizzod. Oké. Ez jól is van. Az a baj, nem látom, hogy tükörbe, hogyha elesik. De lassan megyek, s mikor leszálltam a pályáról, akkor széjjel nézek. Hova kötözzem ezt? Tudom én, jó van úgy. Na, piros szalag le van téve, csomag meg van csinálva. Mehetünk haza. Látnám is melyik a sávómarba, sehova csomagoknak késő, mert FedEx is zárt, az tejpől is. Ilyen kóman zárva, úgyhogy már megvan a két telefon, pénztárca, kamera, kulcs, kalap, kabát. És mehetünk haza. Nincs is amit Walmartba menjek, mert hónap úgyis ki kell jöjjek csomagokat letenni, meg visszacserélni a másik féke dugattyút. Valaki már megmondaná, hogy hogy hívják. Kengyás, féknyereg, a féknyereg, igaz-e? Féknyelget vissza kell cseréljem a másikot. Két csomagot ledobjam. Walmartba. Jó! Azt akartam na még mondani, csak belé felállítottam addig taknyoltam itt a kötözéssel. Hogy... Mi lenne akkor, ha... Ezt még valaki a kommentben láttam, említette. A betonozás ügybe. És én is tűnődtem rajta, hogy ugye az plac elől ott kicsit nagy lenne. Milyen elválasztanám legalább még középen. Egy az ajtó előtt ugye keresztbe így felinén elválasztanám a placot. Abban az nem sokat segítene. Ugye 14 láb széles, 32 láb hosszú elválasztom, még mindig csak 16x14-es. A 10... Értitek, tehát nem lenne sokkal könnyebb leegyenlíteni. Úgyhogy el kéne válasszam, fel kell négyeljem a tornát, és akkor az már túl meg lenne aprózva. Na jó lesz így, nem lesz az túl nehéz állat, mert kicsit vizenyősebbre kérem a komatot beliengedni egy kicsi vizet, mielőtt lebaszkulálja a kocsiról. És... Ja. Mert az a baj, ugye, ha felosztom, akkor megint a beton vasat, meg hálókot is szél kell vagdosni és osztani. Ugye akkor azt megint oda, azt be kell zsaluzzam a felosztást, oda deszkát kell tegyek. És bevízmértékezzem. Tehát teljesen külön nem tudnék csak egy ilyen betenni, egy ilyen elválasztót. Habár
Avval azt csinálhatnám, hogy ilyen elválasztót, csak ez itt túl vastag. Mégis mindegy, belé szúrni a betonba. Csak hogy szúrod belé, az a baj. Na, sehogy se jó. Mert hogyha először elsimítod, utána szúrod belé, nem tudod belé szúrni, mert hogy mész végig, tehát belé fogsz lépni, és akkor ha belé lépsz, akkor utána újból kell simítani, de nem tudod újból simítani, mert és újból tudnád, mit tudom én. Na, jó van az így, egy darab az egészet, s a végén végén kell belévágjak ilyen izét. Kanál isten expansziós kanálist. De ha nem vágok bele, akkor se lesz semmi baj. Hát ott van a ház alap. Hát az, azzal sincs semmi baj. Egy kicsi repedés a felszínen van, de hát lószor kicsike nem is látszik. Tehát nem számít. Na jó, menjek haza. Pa. Easy rider. No. Megálltam itt a Randall Boulevard sorkán, megyek hazafelé. Meg kicsit még tankoljak. 9:45, 10 óra mire hazaérek. Na, de jó bírja a strapát a felszerelés, lássátok-e? Meg sem mozdultak. Jó út a lekötözés, kicsit fel az út. Ja, a döcögéstől egy kicsit fel az út. Hát csak annyi kell, hogy tartsa. Na, az elébb nem tudom, hogy mennyi látszott belőle ott a lószparkírozóba. Milyen érdekes szaga van. Kézzel is össze tudom nyomni kicsit. Na jó. Csapom haza, egy kicsi maradék még van a vacsorából, azt véfalom. És dőlök meg. Ja, utána tűnődtem, hogy ez pont jó, mert 4 incses és 3,5 incses lesz a betonom. Egy kicsit belé fogom ásni ilyen jó bő fél incset. Ugye a ház mellett körbe csinálok egy kicsi sáncocskát, kikaparom. Valamivel hidegvágóval vagy a kalapácsfokával kicsit kikaparom, belé süllyeztem őket, és kicsit visszatemettem, és az meg is fogja tartani, hogy nem dől le a beton, mikor nyomjuk belé, aztán a beton neki nyomja, úgyhogy nem kell ragaszgatni és taknyolni. De a logi, nem? No. És nem tudom, hogyha vágnék ebből csikokot, kell vágnom 3-ba, és azokat óvatosan a végén belenyomnám egy kicsit a betonba tetején. Nem tudom, az jó lenne. Mit bohózkodnak ezek, itt versenyt futnak. Éveszkednek a feketék.